Leállította a veszélyesnek ítélt belvárosi épületek egy részének rombolását Kolozsváron a kulturális miniszter. Vlad Alexandrescu ezt Facebook oldalán közölte. A Kincsesvárosban néhány napja a tűzoltók verik le a műemléképületek omladozó vakolatát és díszítő elemeit. Emiatt a lakosság és a politikum egy része is felháborodott. A polgármesteri hivatal azt mondja, a Kolozs megyei művelődési igazgatóságtól kaptak engedélyt. A miniszter szerint azonban ebben az engedélyben az szerepel, hogy az eltávolított elemeket egy későbbi restaurálásig el kell raktározni, ez pedig nem történt meg. Mi több, az A kategóriás műemlékek megcsonkításához minisztériumi engedély is kellett volna. Mivel ilyet nem kértek, Vlad Alexandrescu ezek esetében a munkálatok leállítását rendelte el.